coming up, it's coming up, it's coming up, it's coming up, it's coming up. It's there. Beszédekre? Hát látszólag végtelen egyszerű módon. Mert én... Én vagyok vasember. Elkezdek gyalogolni. Közel 800 kilométert tett meg gyalog Spanyolországban. Azt... Nem írok szinte semmit. Milyen legyen a beszéd? Milyen legyen a stílusa? Mik a fő gondolatok? És rakódik össze a fejembe, aztán persze kidobom a felét. Nek van egy hatalmas nagy előnye, hogy amikor mondom, akkor nagyon belőlem jön. A beszédbe talán nem illene, de kell mondanom itt egy-két mondat. Azt mondják, hogy hű, micsoda jó kis csávó ez, mondja papír nélkül, persze mögötte sokszor jó pár óra gondolkodás van. Meg egy hatalmas kockázat. Hát az ember időnként butasságot beszél, hogy essem rám a, nem tudom, a terépcsecső, hogyan? Cseréptető. Szóval nagyon jó fejből meg szívből beszélni, de időnként pokoli kockázatos is, ahogy én ezt megtanultam, de hát mégis maradok ennél a módszernél. Több gondolkodás, kevesebb bírás és egy lendületes szabad beszéd. Ricskát mutatva is ennek a rendszernek, az ő nyelvükön. Hamarosan jelentkezem, Feri.